A mai horgászat apropóját egy érdekes felvetés adja. Főként a nyári időszakban gyakran felmerülő kérdés, hogy mikor lehetünk igazán eredményesek. Kora reggel, napközben, késő délután, vagy esetleg éjszaka? Én is, mint ahogy a legtöbb horgász, általában a nappali órákat részesítem előnyben, ekkor horgászom a legtöbbet, de bele-bele próbálok az éjszakába is. Míg sokan esküsznek rá, hogy igazán nagy, termetes, kapitális halakat csak kizárólag az éjszakai órákban lehet fogni. Én ezt nem merném ennyire egyértelműen kijelenteni, de az nem kérdés, hogy időnként érdemes megpróbálni az éjszakai horgászatot is. Most egy olyan horgászatra készülök, amely során megközelítőleg azonos 5-5 órát kívánok horgászni nappal és éjszaka. Délután kezdek a horgászathoz, amelyet az éjszaka folyamán folytatok. Én is nagy érdeklődéssel várom, hogy vajon melyik időszak lesz az eredményesebb. Miközben megpróbálok majd számos olyan hasznos tanácsot is megosztani a kedves nézőkkel, amely főként a nyári időszakban lehet igazán hasznos. A mai nap folyamán a kiskunhalasi Tóth tavon fogok horgászni, amely különösen híres saját nevelésű ponty és amur állományáról. Az amurok között nem ritka az 5 és 10 kg közötti méretű sem, de szerencsés esetben egy horgásznapon akár ilyen méretű pontyokat is foghatunk. Itt ezen a tavon rendszeresen etetik a halakat, a tógazda különös figyelmet fordít a halak testi épségére és gyarapodására. Ennek egyik jellegzetes kiskunhalasi sajátossága az az etetési technika, amely mellettem látható. Ezt lucerna karikának nevezik, amely nem más, mint egy műanyag cső, amely a víz tetején úszik, és ebbe a karikába helyezik bele a frissen kaszált, mellettünk található lucerna földről kaszált lucernát. Ez egyébként a vízre dobva úszik, tehát amikor rákerül a vízre, ez fönnmarad, ezt megtöltik ezt a lucerna karikát kellő mennyiségű zöld friss növényzettel, és a halak ezt szépen kihúzgálják, megeszik. Ez egyébként az amuroknak az első számú csemegéje itt ezen a tavon. A körülbelül 4 hektár alapterületű U alakú tó úgy van kialakítva, hogy kizárólag a belső karján lehet csak horgászni. A szélessége a tónak olyan 50-70 méter, és a tavon engedélyezett az etetés. Ennek az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja, hogy amikor átsétálunk a tó túloldalára, akkor a kiszemelt horgászhellyel szembeni részt megetetjük szemes terményekkel. A legnépszerűbb horgászhelyek az etetőkarikákkal szembeni területek. Itt lehet számítani biztosan a legtöbb kapásra és a legtöbb halra. Azonban a tó érdekessége, hogy nem itt fogják a legnagyobb méretű halakat. A legnagyobb, legtermetesebb halak azok mindig a tó középső, vagy az etetőkarikáktól távoli részein akadnak horogra. Tehát aki itt akar horgászni, eldöntheti azt, hogy sok halra akar pályázni, vagy pedig ritkább kapás révén esetleg nagyobb halakat akar fogni. Megérkeztem a horgászhelyemmel szembeni területre. Ennek a karikának a környékét fogom megetetni. Ehhez 2 kg teljes havas erjesztésű magmixet használok. Az egyik az a 4-szeres magmix, a másik pedig a buza és kukica keveréke. Ez a 2 kg mag keverék kellő alapot biztosít egy 4-5 óra hosszás tartalmas horgászathoz. A Fermentix technológiával készült teljes havas erjesztésű magmixeink a nyári időszakban verhetetlenek a ponty és az amur horgászata során. Nehezen tudok elképzelni ettől hatékonyabb csalogatóanyagfajtát. A 4-szeres magmix tartalmaz buzát, kukoricát, tigrismogyorót és repcét. A másik csomag, amelyet be fogok szórni, az a teljesavas kukorica és buza. Ebben 2 mag, buza és kukorica található. Fontos tudni, hogy ezek a magkeverékek és maga a Fermentix technológia lényege, hogy 60 nap erjedési folyamat végén érik el végleges formájukat a magok. Itt van például egy buzaszem, amelyet a kezembe vettem, hogyha ezt megnyomjuk, látszik, hogy milyen vajpuha a belseje. Ilyen erjesztett teljesavas magkeverékeket megértő feleség és toleráns szomszédok nélkül otthon házi körülmények közepette előállítani szinte lehetetlenség. A vödör kiürült, visszasítálok a horgászhelyemre, és kezdődhet a horgászat.
Ha teljsavas egyeztésű magvakkal etetünk, akkor tökéletes párost alkotnak hozzá a Fermentix technológiával készült, erjesztett etetőanyag keverékeink. Ebből három különböző változat áll a vásárlók rendelkezésére, a teljsavas betainos, a teljsavas nagypont és a teljsavas mézes pálinka. Ezen a vízterületen a teljsavas nagypont etetőanyag vált be a legjobban. A kereskedelmi forgalomban kapható Fermentix etetőanyagok dupla csomagolásba kerülnek. Már is megmutatom, hogy hogyan néz ez ki. Ekkor látható, hogy az eretőanyag már megnedvesített, kész, komplett keverék. Én a fédelbótos forgászataim során még át szoktam előtte törni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem szükségszerű, tehát így kibontva már azonnal kosárba tölthető. Azonban ha szeretnénk, hogy egyenletesen, gyorsabban oldódjon, akkor célszerű ezt egy közepes méretű törőszitán áttörni. Jól látható, hogy a legvégén a törőszitán fennmaradtak a kukoricaszemek, amelyek egyébként csalizásra is tökéletesen alkalmasak. Van még benne buza is, de az már átesett a törőszitán. Azok itt láthatók. Jól látszik, hogy mennyivel homogénebb és jobb állagú etetőanyagot kapunk. Itt van mindhárom áttört keverék. Látszik, hogy milyen jó állagúak, könnyedén formázhatók. De ugyanakkor biztosan vehetjük, hogy az eretőkosárból is gyorsan fognak kioldódni. Az eretőanyag, sőt az a magmix, amivel etettem, az is tartalmazza a csalizásra alkalmas szemeket. A legbeváltabb csali kombinációk a buzafűzér és a kikönnyített kukorica. A buzafűzér az úgy készül el, hogy egy cérnára felfűzünk 6-6 szemet, és a közepére egy technopufit. Ez felemeli, kikönnyíti ezt az egész csali fűzért, amelyet végül nagyon könnyen be lehet kötni a pellet húg fémkarikájába. A másik, az pedig 2 szem kukorica, egy levegőszivacsal kikönnyítve. Holgon az első hal, a bedobástól számított kb. 2 percen belül. Nagyon gyorsan lereagálják egyébként halak a heretést, és ha ott vannak, azt egyértelműen jelzik is azzal, hogy villámgyorsan kapnak. Na, mutatok egy érdekes dolgot. Ez a ponty a harcsa szájából menekült már meg. Ezek a forradások, amelyek a halon látszódnak, ez a harcsának a fognyomai. Ugyanis ebben a tóban nem is kis számban élnek harcsák, amelyek között vannak kapitális, 30 kg feletti egyedek is. Minden kifogott halat lemérlegelünk, feljegyzünk, hogy tudjuk majd értékelni az adatokat. Az első ponty súlya 1 kg 54 deka. A másik boton is kapás van, még best tudtam dobni. Ennek kb. Kellett 4 perc, mire gazdára talált. Kg. A fűzött kukorica csalinak óriási előnye, hogy szerintem egy olyan 5-10 darab halat gond nélkül meg lehet vele fogni. Ezt nehezen tudják a halak leverni. Ellentétben a buzafűzérrel, amely sokkal sérülékenyebb csali, ugyanis azt szinte majd minden hal után pótolni kell. Látható, hogy erről a horogról eltűnt a buzafűzér, de nem egy bonyolult dolog. Gyorsan újra is kötöm. Előre elkészítve a saját levébe tárolom ezeket a csalikat. Így néz ki egy előre megkötött, felfűzésre váró buzafűzér. Ennek a felkötésnek a módja annyi, hogy bele kell fűzni a fémkarikába a célna egyik szálát, majd egy sima, egyszerű, szimpla vagy dupla csomóval rögzíteni. Így felesleges zsinórdarabot levágom. Csalit egy kicsit eligazgatom. És kész. És mikor ezzel végeztem, már a másik botot
el is húzta a hal. Viszont ennek az az előnye, hogy a másik botom még nincs útban a hal fárasztása során. Hihetetlen. Közben a másikon is kapás van. Karesz, segíts, légy szíves. Mind a két botomon hal van. Cseréljünk helyet. Hoppá, nekem egy amúr van a horgomon. Amúra jellemző egyébként, hogy hagyja magát egészen a part széléig kivontatni. Amikor az ember megpróbálja megszákolni, azonnal visszatör. Ott is megvagy. Karjott egy szép, mindjárt meglátjuk. Talán nyúlva testű pontyot? Fárasztasz? Azaz, igen. Egy szép pikkelyes potyka. Buzafüzérből ennyi maradt. A mostani két bedobás eredménye egy szép amúr és egy ponty. Hogy nehogy véletlenül kidobjak a partra, vagy beledobjak a karikába, ezért a főzsinórom bele van akasztva az orsó tobján található klipszbe. Ennek köszönhetően hajszál pontosan lehet a kívánt távolságba bevetni a végszereléket. Ha esetleg olyan méretű alatt akasztanék, amely kikéri főzsinort a klipszből, az sem probléma, hiszen egy mozdulattal a klipszből kipattintható a főzsinor, folytathat a fárasztás, majd a későbbiek folyamán ennek a fehér csíknak köszönhetően vissza tudom ugyanide akasztani, és megint ugyanabban a távolságban tudok horgászni, ahova kell. Annyira gyors a halfogás üteme, ahogy tulajdonképpen beélesítem az egyik botomat, az egyik végszereléket, bedobni sincs idő, addigra már a másikon rajta van a hal. Szűk két órája horgászom, a halak mennyiségével, a kifogott darabszámmal abszolút elégedett vagyok, viszont alak méretével nem. Ezek a halak fél kilótól 2,5 kilóig terjednek a pontyokat tekintve, és van közöttük mindösszesen egy darab 4 kilós amúr. Nyilván amikor az ember ilyen sok halat fog, akkor óratlanul azon kezd járni az agya, hogy miként tudná a halak méretét növelni. Számos trükk van egyébként erre, az egyik bevált módja, hogy a csali, amit eddig használtunk, azt egy teljesen más jellegű csalira kell cserélni, vagy pedig a méretét drasztikusan meg kell növelni. Azonban ez sem okoz mindig jelentős változást, mert legfeljebb csak annyit érünk el vele, hogy az addigi gyors kapások helyett több várakozás idő után húzza el ugyanaz a méretű hal. A másik bevált trükk az pedig, hogy el kell hagyni az eretés helyét. Azaz nem közvetlen az eretésre, vagy az eretés szélére kell dobálni, hanem attól 3-4-5 méterrel is akár jobbra-balra, vagy esetleg, hogyha lehetőség van, akkor azon túldobva kell horgászni. Ezeket fogom most kombinálni. Elsőként megpróbálok egy drasztikusan nagy csalival horgászni, megnézem, hogy mit hoz az. Hoz-e változást? Lecseréltem az eddigi viszonylag kisméretű horgomat egy lényegesen nagyobbra és egy merev vastag előkére. Szándékosan eldurvítva egy kicsit a végszereléket, amelyre az eddigi 2-3 szem kukorica helyett most 5 szemet fogok felfűzni, és nem lebegtetem meg. Tehát ez már egy kellően nagy falat.
érdekes próba lehet még az is, hogy mit mutat mondjuk egy nagyméretű Hollywood tuning pellet a kukicás eredetésem. Ebből fogok még egyet feltenni, két kukica közé befűzve. Itt a másik csali kombináció. Meglátjuk, hogy ezt mi fogja megenni. Nézd, a Hollywood pellet gazdára talált. Hát a Hollywood pelletnél sem kellett várni, 2 percnél többet, és gazdára talált. De van egy olyan érzésem, hogy ez sem a túrekord hal lesz. Itt a Hollywood pellet és első áldozata. Egy kicsivel nőtt már az egyet súly, de messze van még a hőn állított nagyobb méretű halaktól. Közben az 5 szemes kukoricára is jelentkező van. Öt szem kukorica és egy 2 kilós ponty. 5 szem kukoricából maradt 4, sőt, hát látszik, hogy egy 2 kilós formaponynak még ettől lényegesen nagyobb kukorica fűzér is beférne a szájába. Tehát a csali méretével sajnos automatikusan nem lehet szelektálni a halak méretét. Nem marad más, mint el kell hagyni az eretést, és ahogy említettem, az eretéstől távolabb, 3-5 méter azok peremeit kell megpróbálni, meghorgászni, és meglátjuk, hogy az mit ad. Visszaraktam az ereti méretű horgot, és a 3 szem meglebegtetett kukoricát, majd ezt egészen az eretésnek a jobb peremére dobom. Na, ez jó hal. Mekkora burvány csinált. Rátekeredett testére a zsinór, azért jön ilyen furcsán. De viszont lehet, ezt pont ki is tudom használni, mert így viszont elé tudom tudni a szákot. És kiúszott. A dolgomat azt könnyítette meg egy darabig, legalábbis csak azt hittem megkönnyíti, hogy rátekedett a hal testére a zsinór, de amikor már lejött róla, és a szágban volt, akkor persze kiugrott. Na talán majd most épp ott csak belefér a merítőbe. Hú, de szép. Hát ezekről az amurokról híres a kiskorvasi tótó. Gyönyörű, szép hal. Ezt már mindenképpen a hosszabb halmérlegelőbe fogjuk szépen megmérni. 7,86 deka. Majdnem 8 kg. Az amúr pontos súlya. A másik botomat is húzza. Hát egy rendkívül mozgalmas horgászat a mai. Nem tudom, hogy ezt lehet-e még fokozni. Szinte hihetetlen, hogy a hely változtatás milyen eredménnyel van. Ahogy az eretéstől egy kicsit távolabb kezdtem el horgászni, nem közvetlenül az eretésnek a sűrűjében, már is megjelentek a nagyobb testű halak. Rövid időn belül
egymás után jött ez a két termetes hal, egy szép Amur, majd ez a gyönyörű szép Tőponty. Szép potyka. Ó, nem is kicsi. Nem ám bizony. Ahogy megyünk bele a késő délutánba, hogy az árnyékok egyre hosszabbra nyúlnak, drasztikusan csökkent a kapások száma, viszont az egyensúly úgy néz ki, hogy egy kicsit növelhető, sőt, nem is kicsit. De szép hal. Az eddig legnagyobb potyka. Lassan besötétedik, és készülünk az esti üzemmódra. Előtte azonban még akasztottam egy, úgy látom, a nap eddig legnagyobb amúrja van a horgomon. Úristen, mekkora! Érdekes tapasztalat, hogy drasztikusan lecsökkentek a kapás számok, ahogy belementünk a késő délutánba. A kora délutáni hihetetlen pörgős horgászat alábbhagyott. Ez egy hatalmas amúr. A merítőfejet hozzám méretezve nagyobbra cseréltem. Az új fédelbot megmutatja, mire képes. Belegül ebből a halba, tiszta erőből, és megpróbálom megszákolni. Ez még nem így van. Ezt csak én szerettem volna, a hal kevésbé. És benne van. Ez igen. Végig ír a ponybölcsőt, amelynek a hossza 1 méter. A farka föl van kunkorodva, és itt van a halnak az orra. Hát ez bőven 10 kg feletti méretű példány. Fantasztikus, gyönyörű hal. Uaj, de boldog vagyok. 13 kg 26 deka ennek a csodálatos amúrnak a súlya. Hatalmas torpedó. Az éjszakai horgászatot is megalapozom, újabb 2 kg magot szórok rá arra a helyre, ahol eddig is horgáztam. Közelít az éjszaka, lassan ránk sötétedik. Annak érdekében, hogy a fédelbotok spicét is láthatóvá tegyem, a spéci féderbot tartó fejeink mellett található kis raptere nincs más teendő, mint rácsiptetni egy kisméretű fejlámpát. Ez remekül megvilágítja a bot gyűrűsorát és spicét, anélkül, hogy külön világítópatront vagy bármilyen féderspic világítót rá kellene helyezni a botra. Ez az egyszerű megoldással remekül láthatóvá tesszük a vékony spicű féderbotoknak is, a legérzékenyebb kapásjelző részét is. Biztonság kedvéért a fejlámpa gumipántját még körültekerem a bottartón, így biztos, hogy nem tud majd leesni, esetlegesen egy rendületesebb
bevágás során sem. Hadd mutassam be azt a végszeréket, amelyet az egész nap folyamán rendkívül eredményesen használtam. Ezt bizonyítja a nappal kifogott több mint 30 darab halam. Nehezen tudok ettől egyszerűbb és erre a fajta horgászatra hatékonyabb végszeréket elképzelni, amelynek a lelke egy pelletféder komplit kosár. Az eredetleg gyárlag hozzájáró forgókapcsot kicseréltem egy előkerögzítő gyorskapocsra, amely segítségével gyorsan lehet a gumihüvely eltávolítása után az előkét levenni, majd szükség szerint azt visszatenni. Ennek a megoldásnak köszönhetően a pelletféder komplit végén található gumihüvelybe ez a gyors kapocs pont beleszorul, nem túlságosan erősen, hiszen a megugró hal ezt könnyedén ki tudja belőle húzni. Viszont ez segít abban, hogy a hal megakasztása hatékonyabb legyen. Fonott horogelőke zsinort használok, minden esetben ez 16-os haldorádó brax. Különböző méretű horgokkal, horogtípusokkal, a különböző csalitnak megfelelően. Ennél a kosártípusnál nincs szükség felsütközőre, sőt időnként előnyösebb is, főleg, hogyha nagyobb test alatt fárasztunk, hogy eltávolodik a kosár a haltól, ezzel is garantálva azt, hogy a kosár ne tudja kiütni esetlegesen a halnak a szájából a horgot. Nem véletlen az, hogy fárasztás közben nagyon kevés halat veszítettem a mai nap folyamán. Van az éjszaka első hala. Na vajon milyen hal lesz? Mozgásából ítélve nem tűnik kis halnak. Ponty. Lassan egyenletesen megy. Pontyok szoktak így úszni. Az amúr az sokkal vehemesebben, gyorsabban úszik, gyors irányváltásokat csinál, míg ez lassan, komótosan, erőszakosan úszik. Ez az. Az a meghökkentő, hogy az éjszaka első hala nagyobb, mint a nappal fogott bármelyik pontyom. Nyolc kiló haddeka. Ha. Ez már szép ponty. Nappal még véletlen se jött ekkora. Nem esett még szó az általam használt féderbotokról és orsókról sem. Mindkettő a Spro 2013 évi újdonságai közé tartoznak, és a nevük Spro Team Féder. Ilyen néven kerül forgalomba egy rendkívül széles szortimentet felsorakoztató bot család, amely alaptagjai 2,7 és 3 méter hosszúságú pickerbotoktól indulnak, és egészen a 3,60 m, 3,90 m és 4,20 m hosszúságig terjed. Ez egy rendkívül kedvező áru bot család, amelyben mindenki megtalálja az általános, univerzális, mindennapos féderbotos horgászataihoz szükséges megfelelő méretet. A Team Féder orsó család három különböző tagot számlál, ebből most kettő van itt nálam. Az egyik az a nyeletűfékes változat,
míg a másik pedig az elsőfékes változat. Méretüket tekintve mind a kettő 55-ös, ez egy olyan köztes méret, amely ideális főként a pontyos fédelbotos horgászatokhoz. A dob átmérője, illetve a dob feltöltöttsége is olyan, hogy nem kell több száz méter zsinort feleslegesen alá felcsévélni, 20-as zsinórból maximum 300 méterrel tökéletesen a dob feltölthető. Az unalmas, gyakorta semmit mondó műszaki paraméterek helyett egy érdekes, de annál életszerűbb dolgot szeretnék megosztani a kedves nézőkkel. Ezeket az orsókat immár második éve használom. Nem túlzás azt állítom, hogy darabjában több tonna hal van mindegyikben. Ennek ellenére ezek az orsók még mindig rendkívül stabilak, nem nyekegnek, nem lötyögnek, nem akarnak szétesni, tökéletesen tudják a dolgukat, működik a fékrendszerük, és minden általam rendkívül magas követelménynek is abszolút megfelelnek. Azok a horgászok, akik bizalmat szavaznak ennek az orsónak és megvásárolják, biztosra veszem, ha csak egy kicsivel kevesebb halat is fognak évente ezzel, mint én, akkor is sok-sok évig hűtársa találnak. Nekem amúgy lesz, jön felém. Ó, megjött az éjszaka első amúrja. Nagyon csábító, meg lehetne szákolni. Ismerem a trükkét. Bár ez nem egy kapitális példány, lehet, hogy mindjárt rá is próbálok a merítésére. Gyere csak közelebb. Te már a miénk vagy. Íme egy harcos éjszakai amúr. Egy igazán érdekes és tanulságos horgászaton vagyok túl. A nappali 5 oroszlás horgászat során összesen 33 darab halat sikerült fognom, amelyek összsúlya 98,2 kg, tehát szűk egy mázsa volt a kifogott halak mennyisége. Ebből a 33 darab halból 4 darab volt az amúr, a legnagyobb súlya 13,26 kg volt. Nagyon bíztam abban, hogy ahogy megyünk bele a késő délutánba vagy az éjszakába, halak mérete egyre nő. Ezzel szemben az éjszakai horgászat során meghökkentő módon mindösszesen 5 darab halat tudtam csak fogni. Igaz, hogy ezek között volt a legnagyobb 8 kilót meghaladó pontyom, viszont emellé még egy 8 kg feletti amúr jött, és utána 3 darab átlagos méretű ponty. Pedig ugyanolyan intenzitással horgáztam, mint fényes nappal, azonban a kapást a későbbiek folyamán elérni már nem tudtam. Olyan, mintha lesavazták volna a vizet, itt egyszerűen most jelen körülmények közepette az éjszakai horgászat egyáltalán nem bizonyult eredményesnek. Ez egy nap, egy tapasztalata, egy horgászhizem. Ezen ma így működött. Mindez nem jelenti azt, hogy az önök által látogatott vizeken is ugyanígy működik. Itt a nyári időszak, érdemes rápróbálni, és győződjenek meg róla személyesen, hogy ott miként táplálkoznak, és mikor a legaktívabbak a halak.